szimbolikus fejlesztésnek és egy szimbolikus területátadásnak vagyunk most itt a helyszínén. Valamivel több mint 100 évvel ezelőtt itt a Rápca folyó pömpölgött, és akkor egy nagyon bátor kivitelezést követően ezt a területet szervesen lehetett ehhez a történelmi városhoz és a történelmi gyűrűhöz csatolni. Azt követően ez a terület nem telt meg igazán élettel, nem kapott igazi közösségi funkciót, sőt a 80-as évektől kezdődően az enyészetnek is indult, gaztenger és beton törmelyeket fogadták az erre érkezőket. És ezt gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel ez a terület így egy igazi a közösségi helyé változott, a korábbi senki földje és a korábbi határvonal helyett egy igazi találkozási ponttá tud ez fejlődni. Egy találkozási ponttá, ahol az itt élő emberek kikapcsolódhatnak, aktívan eltöltik a szabadidőket, játszhatnak a gyermekeikkel. Én azt gondolom, hogy ez a beruházás kiválóan érkezik azoknak a beruházásoknak a sorába, amelyek arra hivatottak, hogy Szigetnek és Újvárosnak a régi fényét és rangját visszaadják. Számos ilyen beruházás történt a közelmúltban, és fog talán bátran mondhatom még a közelben is történni. Ezek közé tartozott a Jedlik híd és az oda vezető útházatnak a fejlesztése, a Simortér felújítása, a Kossuth utcai újvárosi rehabilitáció, amelynek egyébként a részét képezi ez a Becsnyegetvi felújítás is. Folyik ugye a Radnóti útnak a felújítása és a Radnóti útnak a kikötése gyakorlatilag az egyes útra. Ez is folyamatban van, mint beruházás. És talán a legszámottevőbb és a legnagyobb érdeklődésre számottartó ilyen fejlesztés, vagy inkább azt mondhatom, hogy esemény, az a 2017 évi ifjúsági olimpiához kapcsolódó fejlesztések, amelyek szintén jó részt érintik Szigetet és Újvárost is, gondolva itt a városi úszodának az elkezdődött beruházására. A volt Dózsa pálya, a Radnóti úti sportteretnek a teljes átépítése és felújítására. A ugratóknál tetszett, annál a kis domboknál, meg amikor itten bevettük a kanyarokat, akkor amikor is gyors van, akkor majdnem kisiklottam, és mégis visszahúztam magamat, akkor nagyon jó volt. A táblák közül mennyit ismersz? Hát itten mindegyiket ismerem. És mennyit fogsz itt rollerezni, biciklizni? Attól függ, mikor lesz szabad napom, meg ha el is tudok jönni, akkor kijövök, ha van időm.